Mindenkinek az uniós határokon kívül kell maradnia mindaddig, amíg a menekültügyi kérelmét elbírálják. Ez a vörös vonal, jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök az EU elmúlt 5 évét is bírálta. Azt mondta, az olyan nagy projektek, mint a zöld átmenet, a Covid-járvány utáni helyreállítás, a migrációs, a háborús és szankciós politika mind kudarcot vallottak, ezért az Európai Unió mostani vezetésének mennie kell. Kérdéses, hogy működik majd az Európai Unió új migrációs paktuma, jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök kiemelte, ha az ilyenfajta stratégiai szabályozást az Európai Unióban nem egyhangú döntéssel hozzák meg, akkor az egész folyamat működésképtelen lesz. A kormányfő a legfontosabb kérdésnek nevezte, hogy azok, akik Európába akarnak jönni, maradhatnak-e az unió területén mindaddig, amíg menekültügyi kérelmüket elbírálják, vagy az unió határain kívül kell várakozniuk a döntés meghozataláig. Ez a vörös vonal. Ha valaki nem elég bátor, hogy azt mondja, hogy mindenkinek kint kell maradni, egészen addig, míg a döntés megszületik, ha nem vagyunk elég bátrak ehhez, akkor mindegy, hogy milyen szabályozás születik, nem fog működni. Ez a magyar tapasztalat, mondta a miniszterelnök. Szólt arról is, hogy már sokadjára citálja az Európai Bizottság az Európai Bíróság elé Magyarországot a hazai szabályozás miatt. Ezért büntetnek minket, nyomást gyakorolnak ránk és zsarolnak minket. A kormányfő arra is rámutatott, hogy a migráció arról is szól, hogy hogyan kell megváltoztatni Európát. Hogyan lehet háttérbe szorítani a keresztény nemzeti konzervatív politikusokat és szavazókat. Mindezt a soros terv alapján. Egy szervezett bűnözői csoport ellen harcolunk, amit úgy hívnak, hogy Soros Banda, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jogrendszerünket és a szabályozásunkat lebontsák, és illegális tevékenységet finanszírozzanak a nemzetünk ellen, tette hozzá. Az ukrán gabona kapcsán a miniszterelnök azt mondta, tisztázni kell, hogy mit kell tenni a háború kérdésében, és amennyire lehet, külön kell kezelni Ukrajna Európai Uniós csatlakozásától. Mert ha a kettőt összekeverjük, akkor az folyamatosan válságot fog generálni. Most a mezőgazdaságban, később más ágazatokban. A miniszterelnök bírálta az Európai Bizottságot az uniós helyreállítási alap miatt. Azt mondta, már rég nem emlékszünk a Covid-ra, és egy fillért nem kapott Magyarország ebből az alapból. A helyreállítási alappal párhuzamosan létrehozott jogállami mechanizmusról pedig az a véleménye, hogy az a politikai zsarolás eszköze lett. Ursula von der Leyen elmondta teljesen világosan, Magyarország nem kap pénzt a migrációs politikája miatt. Magyarország nem kap pénzt a gender ellenes politikája miatt. Ez politikai zsarolás, hangsúlyozta. Orbán Viktor az EU elmúlt 5 évét értékelve közölte, a nagy projektek, mint a zöld átmenet, a Covid-járvány utáni helyreállítás, a migrációs, a háborús és a szankciós politika mind kudarcot vallottak. Ezért az Európai Unió mostani vezetésének mennie kell.